Az utánpótlás neveléssel foglalkozó nyíregyházi kosársuli számára is nehézségekkel terhelt volt az elmúlt szezon. A korosztályos csapatokban rengeteg volt az átfedés, a játékosok több együttesben is szerepeltek párhuzamosan, közben a klub vezetőinek folyamatosan gondot jelentett a hiányzó pótlása. Farkasinszky Gyuláné szakmai igazgató éppen ezért azt tartja a legnagyobb eredménynek, hogy minden meccsen pályára tudtak lépni. Ilyen hosszú bajnokság régen nem volt, tehát itt ugye az, hogy végigjátszottuk a bajnokságot, az egy óriási eredmény is, nagyon jó, de azt, amilyen nehézségekkel meg kellett küzdenünk minden téren, tehát hogy nem tudhattuk, hogy a következő mérkőzésen lesz annyi játékosunk, vagy egyáltalán ki fogunk-e tudni állni, vagy egyáltalán lesz-e mérkőzés azért, mert a másik csapat esetleg a Covid miatt, betegségek miatt nem fog eljönni. Tehát volt olyan, amikor még pénteken mondták le a vasárnapi mérkőzést, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát nekünk az volt a szerencsénk, hál' Istennek, hogy a mi játékosaink közül nem volt covidos, és ez egy óriási eredménynek tartom én. Tehát mi azokat a mérkőzéseket, ami nekünk ki volt írva, azokat el tudtunk játszani, de ugye kerültek be karanténba, vagy ugye nagyon sok esetben a szülő azt mondta, hogy az ő egészségügyi állapota miatt a gyereket nem engedi be mérkőzésre, meg edzésre. Tehát így azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekünk azt megoldani, hogy minden esetben, akár edzésen, akár mérkőzésen elegendő számú játékos legyen. Tehát én ilyet még nem értem, meg remélem, hogy nem is lesz több ilyen évünk. A kirakat csapatnak számító amatőr NB1-es együttes az 5. helyen zárt a zöld csoportban pozitív mérleggel, 15 győzelemmel és 11 vereséggel. Volt egy pár olyan mérkőzésünk, ami nyerhető lett volna. Tehát itt éppen a Zsíros Akadémia az, ami szerintem 2-2 buktunk, aki lényegesen hátrébb végzett, mint mi. Olyan is volt, amik pedig extrák voltak, tehát hogy meg tudtunk venni egy Szombathelyet, vagy akár egy DVTK-nak, ugye az U23-as csapatát tudtuk legyőzni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a helyezés szempontjából ez egy reális eredmény. Tehát ugye azért a mi csapatunk az zömében utánpótláskorú játékosokra épül. Ugyan van 4 felnőtt játékos a csapatban, de ebből az esetek 80%-ában azért csak 2 játékossal tudtunk mindig részt venni. Tehát itt azért óriási nagy teher hárult a juniorokra, vagy ugye arra az egy kadett játékosunkra, aki ugye vállalta azt, hogy amatőr NB1-et is játszik. Én úgy gondolom, hogy ezek a lányok mindent megtettek ebben az évben azért, hogy ők olyan eredményt érjenek el, ami jó lehet, ami az ő fejlődésüket szolgálni fogja. Tehát én nagyon büszke vagyok erre a társaságra, mert ez tényleg, ha kellett, hajnalban indultunk, ha kellett, késő éjszaka éltünk. Tehát ők tényleg mindent megtettek ebben az évben az eredményért, és az, hogy 5. lettek, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. A nyíregyházi kosársuli ezen a nyáron is kínál programot a fiatalok számára. A 3 napközis tábor mellett Szilvásváradon egy bentlakásos táborban, majd augusztusban egy nyíregyházi felzárkóztató táborban pattogtathatják a labdát az ifjú kosarasok.